Zörényi Dávid a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület tagja és táncosa. Augusztus 29-én aranyminősítést kapott a Dél-Dunántúli hagyományőrző szugló táncversenyen. Kicsi kora óta, totyogó kora óta az Egyesület életében részt vesz. Először szüleit kísérte táncpróbára, aztán ő is beállt táncolni, és így évről évre ügyesedett a gyermek, és most már olyan szintre jutott a tudásában, hogy versenyekre küldjük. Persze nagy része van a sikerben a felkészítőinek, biztos említette ő is, hogy Tóth Márton és Péter Péter, akik foglalkoznak vele, pluszban, tehát a táncpróbákon túl ugye ez plusz felkészülést igényel. Sokadik megmérettetése volt ez már a 13 éves fiúnak, mégis rengeteg plusz próbát vállalt annak érdekében, hogy kihozza magából a maximumot. Mindenhol remek eredményt ért el, tényleg nagyon büszkék vagyunk, egy emberként szurkoltunk neki, és hát tudjuk azt, hogy mennyi energiát fektet a dologba, mennyi plusz próbát, munkát bevállal azért, hogy ő eredményeket elérhessen, és azt gondolom, hogy ez a kortársainak mindenképp példaértékű lehet, de én azt gondolom, hogy sok felnőttnek is. Tehát, hogyha valaki valamit kitűz célul, és tesz érte, akkor ilyen szép eredményeket lehet elérni. Itt kezdtem Bátaszéken, és itt is táncolok, és én ezt így örököltem. Szóval a szüleim táncoltak, és ez így belecsöppentem ebbe. Erre a versenyre még februárban kezdtünk el készülni, és a járvány miatt ez a felkészülés abban maradt, és most augusztus közepe fele kezdtünk el komolyabban foglalkozni a tanárommal. Most ebben az esetben hetente párszor feljártunk Pécsre próbára, és minden nap gyakorlás. Egy minimális bemelegítés az kellett, és utána inkább a lépésekre mentünk rá, hogy össze tudjak állítani egy koreográfiát. Vagyis hát nem is egy koreográfiát, hanem egy improvizációt. Tavaly ugyanúgy Szekszárdon egy dél-dunántúli regionális szólótáncverseny, idén márciusban egy Baranya megyei szólótáncverseny, illetve ez. A tavalyi Szekszárdin ott egy kiemelt aranya minősítést, a Baranya megyein a Baranya megye kiváló táncosa címet kaptam, és most pedig egy arany minősítést. Célom a Nemzeti Tánc Együttes, és jó lenne, hogyha azzal tudnék foglalkozni. Dávid már 2 éves korában is táncolt a felnőtt tánccsoporttal, és az a helyzet, hogy olyankor mindig vitte a műsort. Tehát a Dávid kijött, nyomott egy sallai verbunkat, és akkor mindenki el volt ájúva. És akkor egy kicsit ezt úgy visszavettük, mert hogy hát azért a felnőtteket is nézze meg valaki, ne csak a Dávidot. Tehát a Dávid az igazából jelen van a felnőtt csoport életében is, ugye egész kicsiként is, mert cuki volt, és tényleg mert tudott. Most meg, hogy nagyobb, most már vannak közös koreográfiáink is, és ott is természetesen a Dávidnak meghatározó szerepei vannak, szólótáncai, tehát a felnőtt csoporttal már dolgozik a Dávid, és reméljük, hogy fog is még sokáig. Kettős érzésem van a Dáviddal kapcsolatban, ugye az ember azt kívánja, hogy jusson feljebb a ranglétrán, kerüljön nívósabb, profibb tánccsoportokba. Ugyanakkor szeretnénk megtartani ugye magunknak, mert hogy egyrészt fiúból mindig hiány van, másrészt a remek táncos fiúból még több. Úgyhogy nem szeretnénk, ha elhagyna minket, de ugyanakkor büszkeséggel töltene el minket, hogyha esetleg tényleg egy komoly, akár profi táncosként is megállná a helyét ugye a későbbiekben, mert tudjuk, hogy tőlünk indult el.